Szavasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Nemrég hazaértem a munkába, körülbelül ilyen 5 perccel ezelőtt, képzeld el, és gondoltam, hogy elkezdem a videót, hogy általában zuhanyután szoktam elkezdeni ebéd után, de nézd, nincs itt a család, látod? Sehol senki, ugyanis nem mentek a boltba, nem sokára jönnek haza, várjál, nyitom ezt a Reluxát, vagy Redent, vagy látod, egy kicsit világosabb legyen. És akarok mutatni nektek valamit, ugyanis már régen volt ilyen videó, nem mást akarok mutatni, várjál, csak kicsit világosabb legyen. És reggel elmentek itthonról, nem jutottak ki semmit, és azóta is ilyen sötét van. Az új csónakot, ugyanis az új motorcsónakot meg szeretném nektek mutatni, ugyanis már rettentő régóta nem volt ilyen videó, ugye, hogy vásároltam egy hajót vagy csónakot, és megmutattam nektek, nem mutattam meg nektek. De gondoltam, hogy ezt megmutatom. Amúgy van hozzátok egy kérdésem. Nem az, hogy milyen a csónak, majd azt is megírhatjátok ide a videó alá. A kérdésem hozzátok a következő. Mit gondoltok ezekről az új fajta videókról, jók vagy nem jók? Ugyanis több üzenetet, kommentet, levelet kaptam, hogy lehetnének sűrűbben videók megint minden nap, minden másnap, ugyanúgy, mint ugye régen. És ilyen vlogosabb videók, ugyanis az elmúlt egy pár hétben, ugye nem volt videó, de nem ilyen kimondott vlogos videók voltak, például ilyen szellemes videó volt, ugye biztos, hogy láttátok. A kérdésem az, hogy nektek ez hogy tetszik, hogy inkább legyenek ilyen vlogosabb videók, mint mondjuk ez a mai, vagy pedig inkább ilyen érdekesebb szellemes videók, meg hosszú selfie botos videók, meg hasonló videók, vagy milyenek legyenek. Ugyanis sok embernek nem tetszett, vagy nem tetszenek ezek az újféle fajta videók, ugyanis mondták, hogy, vagy mondták, hogy ezek a régebbi videók jobbak voltak. Úgyhogy ide a videólag gondoljátok, írjátok meg, hogy ki mit szól hozzá. Úgyhogy ide majd írjátok meg, mutatom, itt van a garázsba. Ezért a csónakért inkább mutatom nektek, ugyanis ilyen rettentő izgatott vagyok. Csak bekapcsoljuk, felkapcsoljuk, nem bekapcsoljuk a villanyt. És itt a garázsba kifordítom a kamerát. Oda nézzél! Látod, ilyen szép nagy, ilyen felfújatos csónak. Nem hajó, csónak, ilyen utánfutón van. Opa. Ilyen, így fel lehet fújni, és várj, egy kicsit előrébb jövök. Lehet, hogy ki kéne kitalom a garázsa ajtót. Ráléptem arra, a horgonyra. Hát, egy kicsit több fény lesz, már elnyitom. Ilyen ez a szép csónak hajó, ahogy látjátok, ilyen felfújatos, ezt tegnap hoztam haza apukámmal, elég messziről, mert mindjárt is mondom, hogy honnan, csak először felmászunk. Ide raktam egy ilyen létrát, fel lehet ide mászni, és van benne kormány, ahogy látjátok, egy ülés, két ülés, hátul is két ülés, meg kell egy kicsit takarítani. Hoppá, ez ilyen fiberglass az alja, van itt ilyen fém takarítom, látod, ezt fel lehet húzni, és ha felhúzod, akkor nem süt be a nap. Van egy ilyen Yamaha 60 lóerős motor rajta, amit nem kell berántani, hanem kulcssal indul ott az akkumulátor. Van egy külön akkumulátor itt, ez pedig nem másnak van, mutatom. Ide beülsz, látod? Ide hátra is. Hátra is ide le lehet ülni, ide a székre. Amúgy 6 vagy 7 emberre van leregisztrálva, annyit lehet ugye vinni ezzel a csónakkal. De 4 ember kényelmesen ugye elfér rajta. Van rajta ilyen halkereső, ami működik. Csak be kell kapcsolni. Itt van a kapcsoló kormányomat. Lámpa. Másik lámpa. Hasonló dolgok. Aztán van rajta egy ilyen rádió, ami működik. Csak... ahogy halljátok. Na várjál. Aztán itt van a váltó, itt van az indító. Itt elől van egy ilyen... mondják, nyitjuk, ahol lehet pakolni. Egy kicsit koszos, ott voltak a jackik benne. Úgyhogy jelenleg ezen fogok dolgozni. Ugye elég szép nagy, lehet, hogy a kamera annyira nem lehet látni. A Davis rettentően szeret ide, ide beülni, és itt vezetni, itt az egész este itt vezetett, meg kapcsolgatott, mindent rettentően tetszett neki. Amit kell vele csinálni, ma el fogok menni, és fogok venni ilyen tisztítót, fogok venni festéket, meg egy pár ilyen apróságot, ugye, hogy fel tudjam újítani ezt a csónakot. Ugyanis mutatom, mi a baja. Egy kicsit koszos. Itt, aztán az elején ki kell javítani egy, nem luk, de ki van egy kicsit. Látjátok? Itt megvan.
volt egy luk, vagy valami, itt is van, ami így kijön, ezt meg kell csinálni, ide is kell rakni valamit. Aztán gondoltam, hogy lefessük, ugyanis ahogy néztem, ez le volt már festve, de lekopott. Úgyhogy ezt fogom átfesteni valószínűleg az egészet. Na már kimegyünk ide. Ami még mindig a munkás ruha van ugye rajtam, ugye rám lekezvanyozok. És ez a szép 60 lóerős Yamaha motor van rajta. Úgyhogy szerintem nekem tetszik, rettentően tetszik. Lekapcsoljuk a villanyt. És ami érdekes az egészben, hogy tegnap elhoztuk apukámmal, nagyon messziről hoztuk el, a semmi közepéről, ez tényleg a semmi közepén volt, egy ilyen nagyon kicsi kis falu, olyan kicsi kis falu volt, még a telefon sem működött, a mobiltelefon semmi nem működött, tehát az ára rettentő jó volt, hogy tudjatok hasonlítani, ennek a csónaknak az ára egy kicsivel több volt, mint egy vadonatúj GoPro kamerának. Tehát az új GoPro kamera, ez a 7-es, ugye ez a 7-es, abból is van a fekete, ez a black verzió, és attól egy nagyon picit drágább volt, nem nagyon, egy nagyon picivel többe került ez a hajó, mint egy GoPro kamera, ugye szerintem rettentő jó áron volt, működik, hogy elsüllyed vagy nem, azt nem tudom, ugyanis a vizem még nem volt, beindul, az előbb is beindította, amikor hazajöttem, mert telap, amikor oda mentünk, beindította az illető, akitől vásároltuk. Gondoltam, hogy hazajök, és most megint beindítom át, nem indul be, de beindult. Úgyhogy valószínűleg elviszik a vízre, kipróbáljuk, de először akarom megpróbálom takarítani, tehát az egészet szépen megtakarítani, lehet, hogy lefesteni, és nem tudom, hogy megtartjuk el, vagy eladjuk. Valószínűleg, hogy majd eladjuk, de lehet, hogy használni kell picit. Na minden. Úgyhogy, most én már más csinálok, gyorsan elmegyek lezonyozok, közben hazajön majd gondolom a család, gyorsan megebédelek, és elmegyünk, veszünk tisztítószert hozzá, lehet, hogy festéket, meg majd meglátjuk. Attól függ, hogy melyik bolt, hogy lesz nyitva, ugyanis ma nálunk ünnep van, a királynőnek a születésnapját ünnepeljük, hogy miért ma, azt nem tudom, ugyanis minden állam máskor ünnepli, és na minden, ma ünnepeljük, és ma ilyen ünnepi nyitva tartás van. Mi azért dolgoztunk, sok ember dolgozott, a bank az zárva volt, a posta az zárva volt, de egy pár bolt, sok bolt azért nyitva van. Na minden, úgyhogy amilyen rettentő izgatott vagyok, én szeretem ilyen hajókat, főleg, hogyha valamit kell rajta csinálni, és gondoltam, megmutatom nektek, hogy majd mi lesz belőle, mikor elkész. Ugyanis most rettet ilyen szutykos állapotban van. Na minden, úgyhogy most levetkőzök, elmédelünk, és megyünk a boltba. Kész vagyok, megzonyoztam magamat. Na, szép tiszta vagyok, szép fizes vagyok. A család még mindig nem ért haza, úgyhogy még mindig nem ebédeltem. De amit akarok nektek mutatni, többen kérdeztétek, hogy az udvar, mekkora itt az udvar, ugyanis a régi háznál ugye nagy volt az udvar, itt a kinti háznál, vagyis ennél a háznál, itt nem olyan nagy az udvar, de azért van udvar itt hátul, úgyhogy ezt mindjárt megmutatom. Aztán azon gondolkodtam, hogy az intrón, nem tudom, hogy mi legyen az intró, hogy is ezeknél a videóknál, amikor ugye nincsen sok zene, meg lehet, hogy egyáltalán nincs benne zene, a régi intró lehet, hogy már túl régi, és kellene csinálni egy újat. Nem tudom, mit szóltok, kéne csinálni egy új intrót, vagy használjuk a régi intrót. Ugye tudjátok melyiket, azt a... Sok volt. Volt hány? Három vagy négy? Három darab ilyen intró volt. Volt az a kengurus, akkor az a leveles, aztán az az újfajta, vagy... Valakinek van kedve, lehet, hogy csinálok ne egy intrót, és az övét fogom használni. Vagy lehet, hogy egy ilyen nyereményjátékot kéne csinálni, aki a legjobb intrót csinálja, az kap valamit, ugye lehet nyerni, és ezentúl azt az intrót használjuk. Nem, na minden. Ma meglátjuk, ha gondoljátok, azt is ide írjátok meg, legyen egy ilyen játék. Na minden, kimenjünk, megmutatom a hátul itt a kertet. Na, hát itt a bicikli. Eljövünk ide hátra. Akkor itt a szemetesünk, ami most ez van a kukában is összetörött ez a doboz, képzeld el. Itt van a két kajak még mindig, aztán az... Hello! Na várj, hogy közben azért a család. Na, készen vagyok. Úgy néz ki, hogy csak én megyek, ugyanis család még mindig eszik, és gondoltam, hogy gyorsan elfutok, megnézem ezt a festéket, meg amit ugye kell a hajóhoz venni, hát ugye bezárom korábban a bolt, és hát ha nem érek oda, na várj, megvan minden, megvan a pénztárcám, úgyhogy menjünk. Amúgy azt hiszem, a Lukasz is sikerült megijeszteni, én nem akartam megijeszteni, csak szóltam neki. A udvart majd megmutatom, ha hazaértem. Hogyha nem ma, akkor legközelebb. Amúgy az udvar az az udvar, csak a ház mögött még van egy ilyen kisebb rész, ahol lehet futkorászni, vagy faszizni akár. Nem olyan túl nagy, de a Davisnek szerintem bőven elég. Ott szokott ugye labdázni, meg biciklivel ide-oda menni, csak közben fordulok. És kisebb ugye, mint a régi háznál, de szerintem nekünk elég.
A legjobb az egészben az, hogy ugye csinálják, vagy vágják a füvet, tehát arra nem kell gondoskodnunk, meg gyomlálják a kertet is. Ugye a másik háznál mindig nekem kellett csinálni, amit rettentően nem szerettem. Megérkeztünk, azt hiszem, hogy zárva van. Nincs itt egy autó, se zárva van minden ajtó. Ablak mondjuk az nincs. Azt hiszem, hogy minden zárva lesz. Na ne, úgyhogy menjünk azt hiszem másra. A másik én ugye hiszem, hogy nyitva van, legalábbis nagyon remélem, ha más nem a festéket meg tudom nézni. Na megérkeztem ide a másikhoz, én azt hiszem, hogy ez nyitva lesz, ugyanis vannak itt autók. Én remélem, hogy az van nyitva, ott van egy ilyen horgászos bolt is. Na ide, oda most nem menjünk be, de gyorsan befutunk és megnézzük, hát ha van valami, amit én keresek. Hazaértem, vásároltam, de nem más kaptam, csak ilyen festéket. Úgyhogy holnap vissza kell mennem, ugyanis holnap nyitva lesz minden. Ez egy ilyenféle fajta festék. Használtam már amúgy ilyet, nem másra, mint képzel el. Autóra, autónak a belsejére még régen volt egy ilyen régi BMW-m. Ami volt róla videó, lehet, hogy láttátok, lehet, hogy nem, még a régi csatornán. És azt átfestettük ugye a belsejét. Ezt lehet használni ilyen székre. Lehet használni ilyen, mint a csónak, tehát ezt mindenre lehet használni, ugyanis ez nem törik meg ez a festék, hanem nyúlik. Vagy a túlsóbbi nem lehet rárakni, mert akkor meg legyen az egész. Na ugye, ezt most meg fogom próbálni, szóval holnap veszek valami tisztítószert valószínű, meg azt a kis valamit, amiben ugye ki kell javítani ott az elejétől, kibuborodik az a valami. Na, ledobtuk, de nem lesz semmi baj. Nem volt rendesen rárakva a kupak, úgyhogy felkapcsoljuk a villanyt, felhúzzuk a cipőt, és megnézzük, hogy kipróbáljuk. Jól felrázunk, és hogyha kész van, akkor megtisztítjuk itt egy kis részt, csak nem tudom próbálni, hogy mi ugye milyen lesz. Valahol ezt a pontot talán. Vagy lehet, hogy az alját kellene? Hát, ha nem sikerül, hát biztos, hogy sikerül. Lehet, hogy itt inkább az elejét csináljuk meg, és megnézzük, úgyis itt a legcsúnyább itt az elej. Ahogy lehet látni, ugye ez már volt szerintem festve, és az alja teljesen más, mint a tette, és lehet látni, hogy a közelebb mész hozzá, hogy elkezdett ugye már pattogni a festék rajta. Na, ugye ezt most megpróbáljuk itt valahol, csak össze megtakarítjuk. Egy kicsit megtakarítottam, annyira tudtam, nagyon nem. De próbálom lerakni, meg közben fúj! Fújtam le ezt a kis részt, ilyen volt, várjuk, hogy valahogy helyre kéne fújni, lehet inkább túloldalra, hogy jobban lehet volna látni a fénytől, és látom, hogy is ide fújok rá ezt a kis kockát megcsináljuk, tehát most ilyen, és nem tudom, hogy milyen lett. És ilyen lett. Meglátjuk, még megszárad. Lehet, hogy egy biztos, hogy nem lesz elég, lehet, még kettő se. Úgyhogy meglátjuk, még megszárad milyen, aztán lehet, hogy ráfünk még egyszer, aztán kiderül, hogy milyen lesz. Na, mutatom, milyen lett. Ilyen lett. Lefújtam kétszer, csak így gyorsan, de már meg is szárad, látod? Így elég gyorsan szárad. Ha nyomkodod, ugye az nem fog eltörni, hogyha leereszted, nem fog leereszteni, csak ki nem ugye durranik. Talán jó lesz, bár lehet látni, még mindig átjön rajta, lehet, hogy a kamerán annyira nem. Végül is nem kell tökéletesnek lenni, de jobban néz ki mondjuk, mint ez itt, én szerintem. Úgyhogy ezt a felső felét valószínűleg át fogjuk fújni, ezt meg fogjuk ugye takarítani először, aztán lehet, vagy ezt is lefújjuk, vagy nem tudom, ma meglátjuk, lehet, hogy jobban néz neki, bár akkor ezt is le kell fújni, lehet, hogy ezt mondjuk másféle fajta színre, lehet, hogy pirosra kellene, vagy zöldre, vagy kékre, valami egy kicsit kiemelje. Ezeket a betket ugye le kell szedni, ezt itt mögötte nem hiszem, hogy le tudom szedni, hogy ezt max egy kicsit, nem tudom, megkaparom valamivel, és jól meg kell takarítani. Valószínűleg most azt fogom csinálni, megnézem itt a túloldalt, ide is fújtam, hogy lehet látni, majd kiderül, hogy milyen lesz. Valószínűleg most a belsővel fogom kezdeni, ezt ugye az egészet kitakarítjuk itt, aztán majd lehet, hogy rakunk bele valami szőnyeget, ugye, hogy ne csusszunk. Milyen jobban nézzen ki, és majd látjuk, hogy mi lesz belőle, hogyha most bemegyek.
Nézzük, mit csinál a család, mert éppen csak ugye hazaértem, csak ki akartam próbálni ezt a festéket. Aztán átöltözök, és csináljuk, hoppá, vagy csinálom a csónakot. A kezem egy kicsit ilyen piszkos lett. Na nézzük, mit csinál Lukasz. Lukasz, hol vagy? Itt vagyok. Na jelzed? Nem. Megijedtél? Nem. Nem? Mikor jelzed, haza megijedtél? Na minden, megmutatom gyorsan a kertet. Itt a kert. Tehát, hogy kijössz itt hátul, ott el tudsz fordulni, ugye? Ott mutattam ezt a fás növényzetet, lehetett látni. És hogyha ide jössz, végülis ez a kert itt hátul. Nem olyan túl nagy, de lehet itt fukrászni. Ugye, Lukasz? Igen. Ja. Úgyhogy, mit csinálunk? Takarítjuk a csónakot, vagy nem takarítjuk a csónakot? Én nem. Te nem. Te mit csinálsz? Ne játszol? Nem. Ezzel a... Ez micsoda? Építed a játékot? Nem. Ja. Jó. Na minden. Úgyhogy moziba még nem voltunk. Mikor még moziba? Pénteken! Pénteken, ja, mindig elfelejtem, hogy megyünk mozi. Ja, Venomra megyünk pénteken. Azt fogjuk megnézni. Én azt hiszem, ezt a mai videót így gyorsan most befejezem, mielőtt a kamerából az akkumulátor lemerül, ugyanis kell vennem egy új akkumulátort, vagy egy új kamerát, mert feltöltöm, és most már nem bírja olyan túl sokat. Úgyhogy már ennyit. Amúgy elfelejtettem még egyszer mondani, hogy gondoljátok ide alá, a videó alá írjátok meg, hogy tetszett ez a mai ilyen régi féle fajta vlogos videó, hogy inkább ilyenek legyenek a jövőben, vagy maradjanak ezek az újfajta érdekes, ilyen érdekes videók, amik vlogok is, meg nem is, de na milyen, meglátjuk mindenkinek a véleményét, aki akarja, ide írjátok meg. Úgyhogy már ennyit mindenkinek, további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, azt szoktam mondani. Sziasztok!